Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy a kábítószerek hozzáférhetősége továbbá is magas Európában. A nagy hatáserősségű szintetikus anyagok, az új kábítószerkeverékek és a változó használati szokások egyre nagyobb veszélyt jelentenek. Az Európai Unió kábítószerekkel és kábítószer függőséggel foglalkozó megfigyelő központja szerint. A tanulmány azt is kiemeli, hogy a különböző anyagok nagyfokú hozzáférhetősége polidrog fogyasztáshoz vezetett, ami két vagy több pszichoaktív anyag egyidejű vagy egymást követő használatát jelenti. A lisszaboni székhelyi hivatal egyik munkatársa elmondta, hogy a fogyasztási trendekben és mintákban olyan változásokat tapasztalunk, amelyeket a polifogyasztás jellemez. Az emberek egyszerre több anyagot használnak, néha teljesen ismeretlen és magas kockázatú keverékeket. És beszélnünk kell a már ismert illegális szerekről, a klasszikusokról, valamint az újakról, de a legális szerekről is, mint a gyógyszerek, az alkohol. Ez már egy nagyon magas kockázati szint. A vizsgálat több mint 950 új pszichoaktív anyagot kísért figyelemmel, közülük 26-ot első alkalommal tavaly jelentettek Európában. A jelentés arra is rámutat, hogy a tiltott kábítószerek használata az egész blokkban megnőtt. 2023-ban 22 millióan használtak cannabiszt, 4 millióan kokaint és közel 3 millióan MDMA-t. A fogyasztók növekvő tudatlansága az általuk használt kábítószerek hatásával kapcsolatban nagy mértékben növeli az egészségügyi kockázatokat.